Nincs jó formában az elmúlt hetekben a szombathelyi haladás. A zöldfehérek utoljára március elején tudtak győzelmet aratni. Azóta 3 döntetlen és 1 vereség a mérlegük. Jelenleg a 8. helyen állnak a másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A Hali a legutóbbi fordulóban a Kazincz Barcikával játszott döntetlent úgy, hogy a hosszabbításba mentett pontot egy hatalmas kapusbakit követően. A korábbi válogatott Predrag Bosnyák különös gólja az egész magyar sajtót bejárta. Amit Felipe is azt mondta, hogy ilyen gyakorlatfigura volt edzésen, de nyilván persze. Hát úgy voltunk, amikor szélén valaki, hogy 2-1-be szituációk kialkul, de sajnos a Csillósnak nem úgy jó pattant a labda, és úgy sikeres. Mondtam, a 95. perc inkább rugom előre, sok ember volt bent, és talán lesz valami, de gól lett. A haladás vasárnap a 14. helyen álló Békés Csaba otthonában lép pályára. A szombathelyiek vezetőedzője, Mátyus János tisztában van vele, hogy az elmúlt meccsekhez képest miben kell javulnia a Halinak. A tavaszi védekezésünk szinte tökéletes volt, egy-két kivételt eltekintve, alig kaptunk gólt, nem volt ám kellemző, hogy igazából még helyzet sem nagyon volt a kapunk előtt. Az elmúlt két meccsen ez gyökeresen megváltozott, persze vannak ennek okai, most nem megyek bele, mert nyilván senki nem kíváncsi, illetve volt egy kiállításunk is. Azt gondolom, hogy ha ezen tudunk javítani, vissza tudunk térni ahhoz a bekkeléshez, az védekezéshez, ahol korábban tettük, akkor mindenképpen szép hetek elé nézünk. A tréner elárulta, hogy betegségek, sérülések miatt ezúttal sem számíthat több alapemberére. Ami igazán aggasztja, hogy a házi gólkirály Medgye Zoltán játéka is kérdéses Békés Csabán. A vasárnapi összecsapást 17 órától rendezik.